település üzemeltetési non-profit Kft. Pályázatot nyújtott be helyi komposztálás népszerűsítése Cigándon címmel, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Energia Központ non-profit Kft., valamint a Környezet és Energia Operatív Program pozitív elbírálásban részesített. A projekt elsődleges célja a környezetvédelem céljainak kihangsúlyozása, a környezeti fenntarthatóság fontosságának bemutatása. Ennek keretében 300 cigánlit család számára ingyenes komposztáló ládákat helyeznek ki, annak érdekében, hogy a saját tevékenységből származó biohulladék saját kertben történő komposztálása, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználása megvalósuljon. Én úgy gondolom, hogy cigány városa, ebben mindenki tudatosan építi a jövőjét, és olyan város, aki tudatosan építi a jövőjét, gondolni kell olyan dolgokra is, amelyek a mai nappal függenek össze, figyelni kell környezetünkre, figyelni kell meglévő értékeinkre. Az önkormányzat a régió bevált módszertől, a már sajnos elfelejtésbe került módszert próbálja tudatosítani ismét az emberekkel. Ez egy nem új találmány, ez egy őségi találmány a komposztálás, de egy pályázati lehetőséggel élve Cigánvárosa újra pályázott. Nagyon sok élelmiszer hulladék keletkezik a családba, a főzésnél, azokban a családokban, ahol nem tartanak már állatokat, nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni. Füvet nyírunk, falgajak, levelek vannak, és aztán később nem kell megvenni a virágföldet. Nagyon jónak tartom, és ajánlom mindenkinek, aki eddig még nem jelentkezett, próbálja ki. Én is kértem, nagyon hasznosnak tartom, én próbáltam eddig is komposztot készíteni, de így sokkal praktikusabb, kisebb helyen elfér, könnyebb lesz a előállítása, hasznos a kertbe. Nagyon nehéz most már szerves trágyához jutni, és úgy gondolom, hogy aki ezt vállalja, az a kertjébe egy-egy részt minden éven át tud. Különösen arra, ha fél év alatt elkészül egy-egy ilyen adag, akkor a kert egy-egy részét lehet javítani. Igen, rendeltem komposztálóládát természetesen. Hasznosan fogadni. Hát most így megnéztem ezt a kis előadást, a bemutatót, szerintem fogjuk tudni hasznosan használni, hiszen gyakorlatban is csinálunk ilyeneket. A projekt megvalósulásának határideje 2013-12-31. A projekt összköltsége 9.200.000 forint, a támogatás összege 8.740.000 forint. A támogatás intenzitása 95%. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.